Sziasztok, Karva vagyok, és az adventi versenyről jelentkezem. Ugyanis, ugyebár szombatra ígértem, többeteknek, akik felkerestetek engem játékom elől, szombatra ígértem, hogy feltettem az első válogatást a replayeitek közül. Ma már vasárnap van, amikor ezt felveszem, és hétfő lesz, mire ezt kiadom, úgyhogy jó hosszú a késés. Emellett egy elég komoly problémával küzdöttem, amiatt késett ez az egész. Mégpedig azzal, hogy a játék 8.2-es frissítésétől kezdve nem lehetett megnézni régebbi replayeket. És továbbra sem lehet. Próbálkoztam mindennel, keresgéltem olyan programokat, amiket replay lejátszók, compatibility pakkokat, modokat, még odáig is eljutottam, hogy letöltöttem egy 7.5-ös torrentet, 7.5-ös verziót feltöltöttem a World of Tanksnak, azt felpecseltem 8.0-ra, azt felpecseltem 8.1-re, és még úgysem volt kompatibilis. A játékomat 4-szer töröltem le a próbálgatások alatt, és ezt a rengeteg kínódást egyébként, ha megkérdezitek, klántársam Ádám 483 is tudja igazolni, vagy Panzer Easy, aki nem klántársam, de segített nekem a dolgokban, sajnos sikertelenül. Szóval ami a lényeg, már nagyjából fél hete, vagy még hosszabb ideje kínlódok a replayek megnézésével. Meg tudtam nézni nagyjából egy tucatot még a 8.2-es frissítés előtt, viszont videóra nem vettem fel őket, csak a véleményeimet leírtam kis jegyzetekben papírra, ami igazából nem túl döntő jelentőségű, az nem egyenértékű bemutatóval. És igen, tehát még más játékosokat meg, akikről tudom, hogy YouTube-ra szoktak feltölteni a replayeket, őket is megkerestem, és nem tudtak rá segítséget, úgyhogy ez megint ilyen, ja, a szerencsém megint ide így bevágott. Tehát nem bírom megnézni a régi replayeket, csak a 8.2 utániakat. Egyetlen 8.2 utáni replay, amit pedig kaptam, azt ugyancsak Ádám 483-tól kaptam, egy griller replayt, ami igazából most azt akarnám bemutatni, de 5 perccel ennek a videónak a felvétele előtt kiderült, hogy az sem kompatibilis. Pedig az egy 8.2-es replay, ugyanúgy, mint ez a replay, amiben én játszok és Dead 22 klántársam. Mind a kettő 8.2-es replay, de csak az enyémet hajlandó lejátszani. Nem értem, hogy miért. Több is van, amikkel nem kompatibilis, tehát a fejlesztők 8.2-ben eléggé elcseszték ezt az egész replay visszanézéses dolgot. Aminek az a következménye, hogy nem tudom megnézni a replayeiteket, ennek viszont az ajándékot így is ki akarom osztani, mert mégiscsak bestelenség vagy szavam nem betartása lenne, hogyha senki nem kapna ajándékot emiatt a gond miatt. Viszont sajnos így a tehetségkutató verseny egy ilyen reményjáték szintjére degradálódik, ugyanis ez egyetlen módszer, amivel tisztességesen ki tudom választani a győztest, mégsem csak Ádámnak adhatok nyereményt azért, mert ő pont 8.2-es küldött be. Főleg, hogy most már az ő replayt sem tudom megnézni, nem tudom milyen oknál fogva. Semmilyen replayt nem tudok újra megnézni, amit beküldtetek. A karácsony pedig már nagyon közel van, tehát nem lenne értelme most újra kiírtatnom a versenyt 8.2-es replayekre. Segget csinálnék a számból, hogyha ezt csinálnám. Szóval igen, leírtam minden egyes versenyzőt, aki küldött be replayt. Leírtam egy-egy kis cetlire a nevüket, beletettem egy Rafaelos dobozba. Nem tudom, hogy hallatszik-e itt rázom picit, hogy nincsen webkamerám, úgyhogy nem tudom bemutatni, hogy tényleg egy Rafaelos dobozban van nagyjából 40-50 cetli, nem számoltam meg pontosan hányan küldtek be videókat. Minden egyes névhez egy cetli, attól függetlenül, hogy mennyi replayt küldött be. És ennek a videónak a vége után, csak hogy legyen valami kis időkitöltés, addig is kihúzok majd egyet így felvétel közben. Közben elindítom a meccset is, csak hogy ez egyébként szakaszmeccs Dead 22-vel, ő hozta a KV2 troll ágyúval, én a T-150-et a 107-es ágyúval, ugye más választásom nagyon nincsen erre a tankra. 6-os szintű csata, és érdemes figyelni az ellenfél csapatában a két Cromwell szakaszoznak, és azt tapasztaltam, hogy mostában a Cromwell játékosok nagyon tehetségesek. Főleg azért, mert vagy egy jó játékos második akkuntjának ez az első tankja, amit ki akar gyűjteni 1000 meccsen belül, vagy egy régebbi játékos külön kifejleszti magának a Cromwell-t, mert egy nagyon hatékony kis tankoska. Ja, egyébként a zene, amit hallottok, az Warhammer 40.000-re, de kicseréltem a játék zenéit Warhammer 40.000-re, majd teszek linket a leírásba. A voice pack is Warhammer 40.000-re, csak hogy meglegyen a hangulata a játéknak. Desznek is adottam, jól feldobta, ennek hatására tette fel a KV2-ra a 152 millis ágyút, hogy kicsit
Space Marine-os ütőereje legyen. Ő a kalapács, én pedig a lánc fűrész volt. Első találkozás az ellenséggel, biztom benne, hogy a Havik jönnek le ide, hát a tényleg jöttek le. Death megsemmisítette, konkrétan kitörölte a világból azt a Jagdpanzert. Szóval igen, tehát nagyon-nagyon-nagyon elnézéseteket kérem, de azért, hogy igyekezzem megtartani a szavam, csak adok valamit ajándékot, annak ott tönkretettem az ágyúját, egy picit lejjebb veszem a hangját a voice packnak, ahogy néz ki, ez még nem elég. Nem akarom, hogy túl kiabáljon engem a voice pack. Remélhetőleg YouTube nem perel be engem a zenéért, hiszen ez egy mod, nem pedig a háttérben játszom. Ki tudja, tesz-e különbséget a kettő között. Most pedig reset, figyeljétek! Szuszázat meg akarja lövni. Most lövi a szuszázat, mindjárt amint újra tölt. Pont másfelé nézek. És Death pedig szólt, hogy eltalálta magát a... Megtrollkodta magát a trollágyúval, konkrétan 10 életre maradt a saját robbantásától. Az LC szerencsére nem ölte meg. Általában akarok menni. Ezt most annyira nem fogom kommentálni, mint eddig. Ja mindegy, tehát még ezen kívül, tehát a verseny az így lesz megtartva, mint egy szerencsejáték, picit. De így sem veszítettetek semmit, hiszen a verseny nevezésen nem került pénzbe. Nyereményt így is kap valaki. Tehát szerintem úgy amennyire lehetséges, annyira betartom a szavam. Legalábbis igyekszem. Az is megsemmisült, de tarol. Jövőben pedig tervezek minél több replayt feltölteni, de most majd elég régen volt már szakaszvideó, pedig tudom, hogy azt szeretitek, vagy legalábbis bízom benne, hogy szeretitek. Mondjuk azoknak nem garantált a győzelem, azokban nem garantált a győzelem, sőt még csak a jó csata sem, de legalább a hangulatot megadhatja az, hogy nem én egyedül monológban beszélek egy lejátszott győztes meccsről, hanem valakivel, akivel a szakaszozok, azzal beszélek meccs közben. Hát, meg van hozzá a hangulat. Egy Egában van a két csapat, a Cromwell-jeik azok szedik szépen a hegyen az embereinket. Itt mögé megyek a VK-knak. És érdemes megfigyelni, ezen a meccsen nem túl sok a sniperkodtam, tehát nem mentem be belső nézetbe. Mégis mennyi tankot ki fogok gyújtani. Ott az első. Valamiért ebben a voice blogban az, amikor égésről beszél a... parancsnok olyankor lehalt. Második kigyújtottam. Egymás után másodjára. Következő célpontom a véke. Harmadik kigyújtott. Egyébként nem lepődnék meg, hogy ezután a meccs után kaptam volna egy feljelentést, addig szépen kigyújtogattam őket. Speciál nem égett halára, de majdnem. Négy kijönél járok. Ott egy másik véke. Nem futsz el. Közben foglalják a bázist. Ja igen, és X-olyan mondott feltöltöttem. Itt most nem látszik az FM, nem is baj, hogy nem látjátok. 1530 csak, nem túl jó. Azon dolgozom, hogy most megjavítsam. Viszont arra, hogy lássátok, hogy mennyi idő van még hátra a meccsből. Van még 8 másodpercem, éppen újra tölthetek, és a panzalonisztot, ha megsemmisítem, akkor tagjam. Sikerült. Sniperkodés nélkül is. Igazából itt én nyolt a meccs, ez egy Top Gun. Nem a leghosszabb csata, de legalább láttatok tetszel és velem mit műveltünk. Nem a leghosszabb meccset választottam ki. Lesznek majd még replayek, van rengeteg, amivel még mindig elmaradoztam. Például egy T43 Top Gun videó, nem Top Gun videó, 5 killes videó, két T43-as, T44-es videók. Van jó pár replay, amik el vannak így mentve, bár most így belegondolok, esélyes, hogy azokat sem fogom tudni lejátszani, mert túlságosan régiek. Egyébként 3100 bőjt sebzés ez a meccsen itt. Ezt is írja az X-fém. Szóval... ezt, hogy letudtuk... jaj. Előző mondatomat félbeszakította az, hogy véletlenül kinyomtam a csatát, és így kidobott az asztalra, ahol a Frebs nem vesz tovább. Szóval azt akartam mondani, hogy ezt, hogy letudtuk... kihúztam a győztest, itt halljátok a rázom, van benne vagy 40 lapocska. Ebből kihúzok egy nevet, ő fog tőlem kapni karácsonykor, tehát nem most azonnal így, miután ezt feltöltöttem a videót, kis türelem. Karácsonykor meglátjuk, hogy milyen ajándékcsomók vannak a World of Tanks honlapján, onnan kiválasztok egy méltót. Konkrétan úgy értem a méltót, hogy meg tudom fizetni, tehát egy lövére nem nagyon számítsatok, mert kicsit drágának tartom, meg
Persze ajándék, ajándék, de ajándék lónak nem nézd a fogát, mégis csak ingyen van neked az egész. A szerencsés nyertes kap tőlem valami ajándékot, gondolkodjon 10 és 20 euró között, valahogy így egy csomagot. Igen. Remélhetőleg lesz valami jó kis ajándékcsomag. Jelenlegi állás szerint az egy 2500 aranyos, 2500 arany lenne a csomagban, de ez még mondom változhat. Ez pedig nem az a meccs, amit be akartam linkelni. Vagy linkelni, ez nem az a meccs, amit le akartam még játszani, mert nem decel voltunk játékban. Na mindegy, talán ennek sincs olyan nagyon rossz vége. Bár lehet, hogy igen, fogalmam sincs, bevallom őszintén, hogy fogalmam sincs, hogy mi volt az a meccs. Mindegy, addig is, halljátok, itt a kis Rafael úr dobozban, Cetlik, és a pillanat, amire mindannyian vártatok, kinyitom. Feliratkozóim közül a nyertes, aki a replay versenyen, amiből nem lettek replayek, mert nem tudtam megnézni csak egy tucatot, és azokról sem sikerült videót csinálnom, tehát mondjuk inkább a... Ja igen, innen most eszembe jutott, ez a meccs egész jó volt. 3T71 van az ellenség csapatában szakaszban, van egy Type 59, aki elég jó játékos, az a T44-ünk elég hülye helyen van sajnos. Majd láthatjátok, hogy kisbb a Type ellen aranylőszert fogok használni, meg is fizetem a meccs után az árát, azt hiszem 20.000 veszteség lett a meccs attól főtlenül, hogy nyertünk, itt beszpoilerezom, hogy nyertünk. A Type 59 aranynubnak fog engem nevezni, én vissza aranynubozom, mert mégiscsak ő használ prémium járművet, aminek a frontja olyan erős, hogy a T44, ami vele egy szintű nem tudja átütni, és megint hadarok. Szóval... Ne! Növeljük a nézettséget. Ennek a mesnek a végeztével húzom ki a nyertest addig is. Tehát ami a lényeg, nagyon örülök egyébként, hogy megugrottak a feliratkozók, megugrott a feliratkozók száma ennek a hatására. Nem tudom, hogy vajon a feliratkozók számának növekedése összefüggésben van-e a versennyel. Talán igen, talán nem. Akárhogy is van, örülök neki. Pénzt egyébként a YouTube-tól továbbra sem kapok, mivel az AdSense szolgáltatásra nem enged feliratkozni, nem tudom milyen oknál fogva, úgyhogy ez nem a pénzről szól számomra, ez olyan, mint egy hobbi, és hogy minőségi szórakoztatás nektek. Kicsit puhák ezek a T71-ek, úgy érzem. Szóval igen, itt a Type. Bekészítettem az aranyat hozzá. Mert ugyebár átütjük egymást, és hogyha nem aranyat használnék, csak ő tudna engem átütni, én őt nem. Tehát úgy vélem, hogy... ez így fel. Én is hadüssem már át, úgyis megfizetem az árát kreditben. Gold noob, igen. Szóval... mindjárt kihúzom a nyertest, amint vége ennek a csatának. De hát mégis csak vesztünk, fogalmam sincs. Tehát, ez nem a pénzről szól számomra, legalábbis egyelőre még biztosan nem, mivel nem kapok ért a pénzt. Nagyon örülök, hogy egyre többen nézitek a csatornámat, és egyre több pozitív megítélést kapok hozzá. Igen, lesznek szakaszmeccsek, lesz minél több minden. PlanetSide ismét lagolok, úgyhogy mégsem volt igazi megoldás az a másik. Persze van, akinek az megoldás jutott, de nekem úgy néz ki nem elegendő, pedig elég jó a számítógépen, legalábbis véleményem szerint. No mindegy, úgy néz ki, ez a játékhoz nem elég. Aztán... tehát lesznek majd Borderlands 2. Nem sokára lesz majd Minecrafthoz egy karácsonyi műsorunk, azt hozzám, hogy karácsonykor teszik fel. Az Azurok Stabi tagjával, tudjátok, Kiskozival, Pitakkal és Profettal. Igen. Meg talán még Marcelo is szerepet kap benne. A Marcelo Börtől, nem tudom, hogy valamelyikőtök ismeri a csatornáját. Profettnek ismerőse, így engem is bemutatott. Igazán jó videókészítő, tehát ha még nem ismeritek, csekkoljátok le a csatornáját majd. Utólag hozzáteszem a videóhoz valahol ide feliratként a nevét. A csatornájának a nevét, esetleg belinkelem a csatornáját. Na mindegy, nem ez a lényeg, nem reklámozni vagyok itt. Már csak a lőve van hátra. Ja, ez így győzelem volt. Tehát sok videóra lehet számítani. A következő hétben nem túl sokra, mert így karácsony előtt, téli szünet előtt még elég nehéz lesz az iskola. Miért is ne? De majd téli szünetben igyekszem minél többet feltölteni. Kicsit random a hangerőség a modomnak, úgy néz ki.
Jó van, nyertünk. Tehát akkor... továbbiak szellemében. Kihúzom a győztest, itt hallhatjátok, hogy kapirgálom már egy ideje a Rafaelos dobozomat. Nem húzom tovább a feszültséget, a győztesünk pedig, kihúzok egy lapot. Győztesünk pedig, megvan a lap, kezemben. Kettő lapot húztam ki a francba. Na mindegy, akkor egyet elejtek itt, nem figyelem egyébként szemmel, csak így fogom. A győztesünk pedig... Patrick Hoon. Patrick. Alsó vonalka Hoon, nagybetűvel, és még egy alsó vonal. Patrick Hoon, te nyerted ezt a karácsonyi kis, hát most már szerencsejáték, inkább mint replay verseny. Gratulálok hozzá! 24-25-e környékén pedig megkapod az ajándékodat. Köszönöm mindannyiótoknak, hogy részt vettetek a versenyemben. Lesz még a jövőben is, azt garantálom, amint majd stabilabb lesz ez az egész replay-es dolog, meg hasonlók. Tehát ez volt az első verseny, amit rendeztem, azt meg kell jegyeznem, tehát elég bénára sikerült így a vége, de ajándékot azért mégiscsak kiosztottam, hogy mégse csináljak segget a számból. Igen, köszönöm mindannyiótoknak, remek évet zárunk. Karma voltam, sziasztok!